A város legfontosabb eseményeinek, híreinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látják. Köszöntöm a nézőket! A csütörtöki önkormányzati ülésen kihirdették az Ágoston tér rendezési munkálataira kiírt pályázat eredményét. A kivitelezés jogát a Magyar Aszfalt Kft. Nyerte. Rövidesen tehát rendeződik az áldatlan állapot a téren, ám addig jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítanunk. Pécsváros közgyűlése csütörtökön meghozta döntését a közbeszerzési pályázattal kapcsolatban. A kivitelezés jogát a Magyar Aszfalt Kft. Kapta meg. Az előkészítés feladatait a közüzemi RT látta el. Az előkészítésnek az utolsó fázisába kerültünk, és reméljük, hogy napokon belül a munkák elkezdődhetnek. Az Ágoston téri forgalmat hétfőtől terelő utakon vezetik. A kivitelezési munkák megkezdésének a feltétele a forgalom terelés és a szabályozásnak egy jóváhagyott terv szerinti kiépítése, majd ha annak az elfogadása megtörténik, akkor kezdődhetnek meg a munkák. A teherforgalmat a terelőutak rossz minősége miatt nem engedik át az Ágoston téren. A munkálatok időtartama alatt a teherforgalomnak meg kell kerülni a várost a 6-os vagy a Rákóczi út igénybevételével. Ez idő alatt a 38-as és 39-es autóbuszjáratok a Katalin és az Orsolya utcákban közlekednek. Hétfőn kiépítünk egy olyan terelőutat, amiben bízunk abba, hogy a kétirányú forgalom elviselésére képes lesz körülbelül szeptember végéig, fönn az Ágota út tetején, és kedden reggel zárnánk le. Buszforgalom az elterelésre kerül, és személygépkocsival a teret egyik oldalról se lehet megközelíteni. Kitáblázások azt hiszem, hogy elég egyértelműek lesznek. A kivitelezőnek a forgalomelterelés megvalósítása után először a mélyépítési munkálatokat kell elvégeznie. A gáz, víz, villanyvezetékek beépítését követően készül el az új, immáron kátyúktól mentes út. Hogyan fog kinézni a tér? Hát én is Tüke Pécsi vagyok. Szerintem a tervek alapján, mert azt mondhatom, hogy a város legszebb tere lesz. Nagyon igényesen van megtervezve. Környezetbarát anyagokkal. Tehát én bízom abban, hogy fiamat büszkén hozhatom ide 20-30 év múlva is. A tervek szerint az Ágoston tér ez év végére a város egyik büszkesége lesz. Két szökőkutat is terveztek a térre, ezek egyike úgynevezett örvénykút lesz. Az utolsó munkafázist, a parkosítást alvállalkozók végzik. Ez év végére tervezik a megszépült Ágoston tér átadását, s remélhetőleg ekkorra fogy el az ECR-ra elkülönített 154 millió forint is. Az iménti témán kívül több mint 40 napi rendi pont tárgyában született döntés tegnap a Pécsi Képviselőtestület nyári szünet előtti utolsó közgyűlésén. A délelőtti ülésszak a napirend előtti szólások jegyében meglehetősen ellenséges hangulatban telt. A Városházán működő biztonsági szolgálat, a Nádor és a Magasház sorsa, valamint a Berek utcai iskola bezárása tárgyában tett sajtónyilatkozatok kapcsán személyeskedésig fajuló vádaskodások is elhangoztak. Többen fejtették ki véleményüket a politikai kultúráról, az egész éves közgyűlési munka értékeléséről. Azzal azonban szinte mindenki egyetértett, hogy a stíluson változtatni kellene. A délelőtt talán egyetlen pozitív bejelentését dr. Újvári Jenő tette, aki elmondta, hogy elkészült a világörökség pályázat kiegészítése. Újabb, remélhetőleg kedvező döntés jövőre várható. Mindezek után a napirendi sor tárgyalása 3:41-kor kezdődött. Az elmúlt közgyűlésen kétharmados többség hiányában nem fogadták el, most viszont döntöttek a 99-es költségvetés módosításáról egységes szerkezetben. Ezzel kifizethetővé válnak például a pedagógusok részére a többletmunkákért járó juttatások is. Módosították a szakmai kitüntető címek adományozásáról szóló rendeletet, majd több terület rendezési, illetve szabályozási terveiről is döntöttek. Ezek érintik Postavölgyet, a Pécsi Ipari Parkot, valamint a Tettyei városrészt. Az ebédszünetben a Fidesz Magyar Polgári Párt közgyűlési frakciójának sajtótájékoztatójára került sor, ahol ismertették a Nádor üggyel kapcsolatos pénzügyi bizottsági jelentést. Az anyagot egyébként napirendként kívánták volna a közgyűlés elé tárni, a testület többsége azonban ezt nem támogatta. Napirendre került viszont a Baranya megyei közigazgatási hivatal törvényességi észrevétele a közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatban. A polgármester felsorolta az eljárás kifogásolt elemeit, ezek egy részét el is fogadva, és beszámolt a hiányok pótlásáról.
Az ellenzék továbbra is a június 3-ai döntés hatályon kívül helyezése mellett érvelt. Erről nyújtottak be módosító indítványt, ezt azonban nem támogatta a többség. Végül a testület elfogadta a bizottsági előterjesztést, mely sok más mellett azt is tartalmazza, hogy a volt Berek utcai iskolások a város bármelyik oktatási intézményében folytathatják tanulmányaikat. A továbbiakban az aktív foglalkoztatás politika helyi alkalmazásáról, pályázatokról és ingatlan ügyekről határozott a képviselőtestület. A közgyűlés július 2-a és augusztus 31-e között nyári szünetet tart. Ez alatt a jogi, igazgatási és ügyrendi bizottság átruházott hatáskörben dönthet a város halaszthatatlan ügyeiben. A Baranya megyei önkormányzat vezető tisztségviselői ma délután tájékoztatót tartottak az elmúlt fél év munkájáról, melynek során több száz kérdésben történt előrelépés. A megyei közgyűlés alelnökei alapvetően sikeresnek ítélik az elmúlt fél év munkáját. Nagyjából eddig megvalósultak azok az elképzelések, amelyeket célul tűztünk ki magunk elé novemberben, amikor megalakult ez a közgyűlés. Tehát azokat az alapvető feladatokat, amelyeket elhatároztuk, meg tudtuk valósítani. Törekvéseink kicsit visszatükröződni látszanak, mármint hogy a megyetársadalmával való párbeszédet javítani kívánjuk. Ennek érdekében a PR munkát is egy feszesebb, szervezettebb keretek közé illesztettük. Egyre több olyan alkalom van, fórum, kiadvány, a sajtóban külön tudósítások arról, hogy mit is végzünk, mi is zajlik az önkormányzat hivatali berkeiben és testületi munkájában. Ami nagyon fontos szertágazó feladatunk mellett, véleményem szerint, hogy a tulajdonunkban lévő különböző szolgáltatást végző oktatási, kulturális, művészeti intézmények ne csak belső tartalmi tartásukat tudják őrizni és csiszolni a munkamódszereket, hanem az az épület is, amelyben laknak, egy igényes küllemben tudjon megmutatkozni. Ezek megvalósulásához fontosak azok a pályázatok, amelyeket az önkormányzat most nyújtott be többek között a Papnövelde utcai ingatlan felújítására. A most megkezdett munkákat a testület a nyári szünet után természetesen folytatja. Az lenne a folytatás, hogyha olyan konkrét programok születnének a megye és a város részvételében, sőt később a regionális együttműködés keretében is, amely egyrészt meggyorsítja az integrációs kapcsolatokat, másrészt pedig olyan programokat eredményeznek, amelyek forrásokhoz segítik jutni ezt a területet, tehát mind Pécset, mind Baranyát, mind a régiót. Az UNESCO Tudomány Világkonferencia rendezvényeként hívták össze a környezetvédelem regionális fejlesztésével foglalkozó nemzetközi konferenciát, amely ma kezdődött Pécsett. A rendezvény fő témái a környezetvédelem szakterületein belül a regionalitás, a vízgazdálkodás és a régiófejlesztés. A konferencia résztvevői hangsúlyozták. Hazánknak minél előbb fel kell venni a kapcsolatot a környező országokkal. A környezetvédelem problémáit csak együtt, összefogással lehet megoldani. Nagyon fontos kérdés, különösen ami a vízminőséget illeti. Ahogy szoktuk mondani, Magyarország alvízi ország, tehát Romániából, Ukrajnából, Szlovákiából érkeznek ide azok a folyók, amelyek persze aztán Magyarországon túlhaladva kerülnek a szomszédos országokba. Éppen ezért a nemzetközi kapcsolatok ezen a területen különösen fontosak. Dr. Borbé János államtitkár a vízgazdálkodás problémáin túl kiemelte az Európai Uniós jogharmonizáció kérdéskörét. Fontosnak tartja az ipari létesítményekkel való együttműködést. Elmondta, a közeljövőben ezen a területen szigorításokat tervez a kormány. Úgy kell irányítani a gazdaság fejlődését, környezetvédelmet, hogy ezekre a büntetésekre lehetőleg ne kerüljön sor. Tehát ez azt jelenti, hogy egy olyan prevenciós politika szükséges, amely egyáltalán kizárja azt, hogy környezetszennyezés vagy jelentős környezetszennyezés alakuljon ki. Nagyon szigorúan kellene Magyarországon is eljárni, sokkal szigorúbban, mint eddig, hogy amikor a törvény előír egy bizonyos határértéket, ami fölötti kibocsátás már környezetszennyezésnek számít, akkor ebben az esetben bizony nagyon következetesen kellene végrehajtani a törvényben előírt szabályokat, pénzbírságot, büntetést foganatosítani, illetve adott esetben a tevékenység megszüntetését, az adott üzem tevékenység bezárását kell elérni. A kétnapos konferencia résztvevői a tudományos szakmai előadások meghallgatásával együtt dolgozzák ki a gyakorlati megvalósítás feladatait.
Fogadom, hogy a tudományok fejlődését figyelemmel kísérem, tudásomat gyarapítom, munkámat mindenkor legjobb tudásom szerint végzem, és híven szolgálom az emberi művelődés ügyét. E szavakkal tettek fogadalmat a JPTE természettudományi karának végzős hallgatói, akik ma vehették át tanári diplomájukat. A Janus Pannonius Tudományegyetem falai között még javában zajlanak a felvételik, ám azok a diákok, akik ma ünnepélyes körülmények között vették át diplomájukat, talán végleg búcsút mondanak az alma maternek. Dr. Kollár László a természettudományi kar dékányának köszöntő szavai után mintegy 140-en tettek fogadalmat a pedagógusi pálya és az emberi értékek szolgálatára. A mai napon 138 középiskolai és általános iskolai tanár vette át diplomáját, tehát ezek szerint 4, illetve 5 év munkája érdekében, hogy matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz és testnevelés szakos diplomákat adtam át néhány perccel ezelőtt. Az első nem tanárszakos diplomákat 3 év múlva adjuk át geográfus, majd biológus hallgatóknak. Egy TTK-hoz azt hiszem ez is hozzátartozik, ez lenne úgymond a mi csúcsképzésünk, és jó néhány további nem tanárszakos képzés akkreditáció is folyamatban van már. Sok-sok tanulás, vizsgaláz és lemondás eredménye az a diploma, mely tanárra avat egy fiatalt. Ám úgy tűnik sokuknak ezután sem lesz könnyű dolga. Őszintén szól, majdnem biztos vagyok abban, hogy a ma diplomát kapottak egy jelentős része, ez nem jelenti azt, hogy a felénél több, de egy jelentős része valószínűleg nem tanárként fog elhelyezkedni. Nem tudom, hosszan kell ezt magyaráznom, azt hiszem a társadalom mind erkölcsi, mind anyagi megbecsülése az egyik nagyon súlyos oka lehet ennek. Idén alig fele annyi pénz jut a szökőkutak karbantartására, mint tavaly. Ennek következtében hiába keresünk sok helyütt enyhülést a városi kánikulában. A kutak felét el sem indították rossz műszaki állapotuk miatt. Ellenére, hogy Pécs pályázott a Virágos Városért címre, a szökőkutak karbantartására, tisztítására nincsen elég pénz. A centrumban lévő szökőkutak az elkészítés időpontja alapján, például a Tükekút, illetve a Szent István téri kút, Színház téri kút felújításuk miatt is jó állapotú. A többiek azok már műszakilag nincsenek ennyire jó helyzetben. Nagyon rossz állapotúnak mondhatóak a kertvárosi kutak egy része. A tetjén lévő kutat rossz műszaki állapota miatt nem lehetett üzembe helyezni. A lakossági összefogás nem lehetséges azért, mert a létesítmények karbantartása szakértelmet igényel. A közüzemi RT így a pécsi polgárok adakozó kedvére hagyatkozik a szűkös önkormányzati támogatás kiegészítésére. Ezzel szemben városunk lakói a szökőkutak megrongálásával kapcsolatban meglepően ötletesek. Lakatot lehet például akasztani a színház előtt fürdőző nő alak ujjaira. Le lehet törni a Zsolnai szobor egyik alakjának fülét, vagy a Tükekút rügyeit. Ha ezt sem tesszük, még mindig teledobálhatjuk csokoládépapírral a kút vizét. Ilyen iszonyatos mennyiségű energiát talán más irányba is lehetne fordítani. A város legfontosabb eseményeinek összefoglalóját a Pécs TV híradóját látták. Rövidesen lapelőzetessel és időjárás jelentéssel folytatjuk a hírórát. Maradjanak velünk! Lássuk, miről olvashatunk a szombati Dunántúli naplóban. Két írást ajánlok figyelmükbe. Az első címe: rendszerváltás Pécsett és Baranyában. Ófaluban valami történt. 1989 májusától nő az NDF tagjainak és szimpatizánsainak száma, olvashatjuk a Dunántúli naplóban. Erősödnek az alternatív szervezetek és sok helyi esemény is alkalmat kínál a fellépésre. Ilyen az ófalui atomtemető létesítésének gondolata, amelyről elfelejtették megkérdezni a helyieket. Az ófalui demonstráción Bíró Ferenc megyei alelnök beszélt. A nyár vége lesz a melegebb, írja egy másik cikk. Az augusztus 11-i napfogyatkozásra jó időt jósolnak a meteorológusok, mert a sok éves tapasztalat szerint ezen a napon általában felhőtlen és tiszta az ég volt. A jeles dátumot megelőző hetekben ugyancsak kánikula várható, addig viszont még előttünk van néhány hűvösebb, csapadékosabb hét. Mindezekről részleteket tehát a szombati Dunántúli naplóban olvashatnak.
Éjszaka derült időre számíthatunk. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 20 fok között várható. Holnap napközben folytatódik a sok napsütés egy-egy futó záporral. A nyugati szél csak időnként élénkül meg, a levegő holnap délutánra 26-31 fokig melegszik fel.